Sok szeretettel köszöntök mindenkit az idei évi közmeghallgatásunkon. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. A közmeghallgatás első felébe nem hosszan, de néhány mondatot mondanék az idei évről, illetve a 24-es évről, amit már esetleg látunk vagy tudunk. És én inkább az időnek a nagy részébe önöknek szeretném megadni a lehetőséget, hogy problémáikat fel tudják vetni. Én arra biztatok mindenkit, hogy kérdezzenek, ne csak tőlem, nem csak tőlem lehet kérdezni, hanem természetesen akár jegyzőasszonytól is, vagy pedig a testületnek a többi tagjától is. Jó, úgyhogy akkor, mint említettem is, a 2023-as évről mondanék néhány gondolatot. A 2023-as év nem volt egy túl bőkezű év, abból a szempontból, hogy igazából idén például pályázati kiírás az szinte nem is jelent meg. Az idei évben egyetlen egy pályázatot tudtunk beadni, mert az volt, amire az önkormányzatoknak volt lehetőségük pályázni a Magyar Falu programban úthídjárda felújításra. Itt járda felújításra adtunk be pályázatot, és hát jelenleg ez a pályázatunk, ez tartalék listán van, ami azt jelenti, hogy első körben nem volt támogatott, de a későbbiekben még lehet, hogyha ha más település visszaadja esetleg a pályázatát. Úgyhogy a 23-as évünk ez inkább azzal telt, hogy amit 22-ben indultak, vagy megnyert pályázatok, hogy ezeket valahogy irányba tegyük, vagy megvalósítsuk, illetve hát azért nem csak pályázatokból áll az élet, így a hivatali feladatokat is próbáltuk azért intézni, meg egy csomó minden dolog van, amivel még úgy egyébként tudunk foglalkozni. De visszatérve a pályázatokhoz, ami befejeződött, csak még nem lehet használni, az a futókörünk, ami miatt még nem használható, hogy az élhető településünknek az építési területével egy helyrajzi számokon található, de egyébként, hogyha ott az építés résszel végeznek, akkor ezt a futókört már birtokba lehet venni, mert egyébként már most is lehetne használni, csak ez az oka, hogy még egyelőre nem lehet. A másik projektünk, ez az élhető települések projekt, aki figyelemmel követi a testületi üléseket, az tudja, vagy hát bizonyára nagyon sokan tudják, hogy ott a faluközpontban egy ilyen sport és szabadidő park fog kialakításra kerülni, és jelenleg ugye az építési fázis zajlik. Elvileg jövő év elejére van tervezve ehhez az eszközbeszerzés, ami ugye tartalmazza már a játszótéri játékokat, tartalmazza a kondi eszközöket, padokat, kiülőket, tehát szemeteseket, szóval ez, ami már úgymond ez a szépészeti része ennek a dolognak. Tehát ez tavaszra van tervezve. Én nagyon szeretném ezt, hogyha nyárra azt a területet birtokba lehetne venni, és minden elkészülne. Ez nem csak rajta múlik, majd múlik a közbeszerzésen is. Itt ugye nyílt közbeszerzést kell majd az eszközök tekintetében lefolytatnunk. Ami talán most egy picit előnyünk, hogy mivel nagyon kevés pályázat volt, így hát az árak azok azért némileg visszamentek, vagy konszolidálódtak, illetve most egy kicsit nagyobb a verseny a vállalkozói területen, úgyhogy abban bízunk, hogy azért ez erre majd fog jó árajánlat érkezni. Szintén nagy projekt ugye még az óvoda. Az óvoda felújításunk az utolsó lépcsőknél tart. És ha reményeink szerint, hogyha most elkészül, és akkor meg lehet kezdeni a használatba vételi engedélyeknek a
beszerzését, vagy hát megkérni az engedélyeket, akkor azért már úgy tavasszal az óvisaink elfoglalhatják az óvodát, az újat. Ami gyakorlatilag most ezek, amik még futó projektjeink, amik nincsenek befejezve, és hát ez mellett még ilyen kisebb dolgokról döntött a testület. Volt nem olyan régen egy rendkívüli ülés, és döntöttünk arról, hogy a buszmegállókat felújítjuk. Ezt egyébként többen kérték is, meg jelezték felém is, hogy szeretnék, hogyha ezekkel valami történne, és akkor most találtunk vállalkozót, aki ezeket fölmérte, átolt szettig, és mivel jó az idő még, így meg is kezdik ezeknek a buszmegállóknak a felújítását. Ki lesznek cserélve a törött üvegek, le lesznek festve, javítások, ahol korhat fa van, vagy bármilyen, az ki lesz cserélve. Tehát most ezért majd sokkal szebben fognak ezek kinézni. Rájuk fért már egyébként. Aztán, ami ugye elkészült, és ez csak inkább ilyen közbiztonsági történet, ugye a kamerarendszerünk az most már egy ideje üzemel. Azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy nagyon jók a tapasztalatok. A rendőrségtől nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, illetve nagyon sokszor használják is a kamerafelvételeket. Nem egy, nem kettő, akár bűncselekmény, akár baleset kapcsán hasznos volt számukra a kamerafelvétel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is most sokat javít nálunk is, akár a közbiztonság területén, vagy tényleg nagyon hasznos tud lenni. Szintén még egy régebben felmerülő kérdés volt, és ezért is térnék ki rá, hogy többen jelezték, hogy szeretnék, hogyha lenne sebességmérés Kaposfőn. Én ezzel kapcsolatban megkerestem a megyei rendőrfőkapitány urat, aki aztán ezt a kérést továbbította is a kaposvári rendőrfőkapitány úr felé, és volt egy múltkor egy ilyen járási közbiztonsági fórum, amelyen rá is kérdeztem, hogy megkapták-e ezt a kérést, és akkor azt mondta a főkapitány úr, hogy igen, és fognak is ebbe lépni. Hát jelentem, ez meg is történt, mert múlt héten itt volt Kaposfőn a Trafipax. Úgyhogy jól láttam, akkor volt is bevétel. Tehát innentől kezdve én azt kértem, hogy legyenek szívesek és rendszeresen jöjjenek és mérjenek sebességet, és azt az ígéretet kaptam, hogy akkor most már ezt így sokkal rendszeresebben fogják csinálni. Ennek ugye kellett egy helyet kijelölni. Megvannak ennek a technikai feltételei, de vették az üzenetet, és léptek is ez ügybe. Amit most elkezdtünk, ezt is biztos többen tapasztalták, a Dózsa-György utcába az árkoknak a rendbetételét. A Dózsa-György utcának egy része, tehát itt a focipálya felé eső része úgy, azzal már ugye egész szépen haladnak, és az lenne a terv, hogy nagyjából mindenhova majd eljussunk így az ősz és a tavasz folyamán. Nem megy gyorsabban, mert közben azért más feladatok is vannak, meg majd az időjárás, ahogy engedi, most még szerencsések vagyunk, mert nagyon jó az idő. Úgyhogy ezt is szeretnénk megcsinálni, illetve ami pedig a főúttal kapcsolatosan, ugye ott az a közútnak a területe, ott ezzel az árkolással én folyamatosan piszkálom a katasztrófavédelmet. Egyelőre még mindig csak az ígéretet kaptam a bejárásra, hogy elmegyünk és megnézzük, mert hogy mi gyakorlatilag házszám
szintig összeszedtük, hogy hol vannak a legnagyobb problémák. Aztán több időpont egyeztetésen is túl voltunk már, de mindig lemondták, és nem engedem el ezt a történetet, tehát folyamatosan járunk a nyakukra, de még ebbe nem sikerült érdemi haladást vagy döntést kivívni. Úgyhogy ez még feladat. Hát így nagyjából ez a 23-as év, a 24-es évre annyit tudunk, hogy most itt a tegnapi nap folyamán jelentek meg az új magyar falu pályázatok, amiknek január 13-a lesz majd a beadási határideje, és ezeknek általában egy olyan 2-3 hónap szokott lenni az eredményhirdetése. Tehát ezek mindenképpen a jövő évben dőlnek már el, hogy mely pályázatok lesznek támogatottak, úgyhogy most a testületnek majd ezzel kapcsolatosan kell döntést hoznia, hogy az önkormányzat milyen pályázatokra adja be a kérelmét. Mi az, amit mondjuk meg szeretnénk elsődlegesen csinálni. Az látszik, hogy az idei forrás az jóval kevesebb, mint az eddigi éveknek a forrása, ami azt is magával fogja vonni, hogy valószínűleg kevesebb támogatott pályázat lesz, mint az elmúlt években volt. Ettől függetlenül örülünk, hogy van ez a program, és egyébként minden évben nyertünk is legalább egy ilyen magyar falvas pályázatot, úgyhogy bízunk benne, hogy ezért jövőre is fogunk nyerni. És akkor ami még pályázat, a LEADER pályázatok fognak megjelenni, várhatóan ez jövő évnek biztos, hogy a második fele, csak itt is ugye a forrás hiány a legnagyobb probléma miatt ezek nem kerülnek kiírásra. Ez egy ilyen területi pályázat, például LEADER forrásból csináltuk meg a kamerarendszernek egy részét, tehát a fele forrás az LEADER pályázatból volt. Azóta nem is volt ilyen pályázati lehetőség, az pedig ugye nem most volt, tehát ez most néhány évig így egy kicsit állt, és szintén egy múltkori fórumon azt a tájékoztatást kaptuk mi polgármesterek, hogy ez jövő év augusztusnál előbb nem várható, hogy ezek kiírásra kerülnek. Van még egy TOP plusz energetikai pályázatunk beadva, ezt még 2021-ben adtuk be, ezek még nem bírálódtak el. Gyanítom, hogy ennek is most a forrás hiány az oka. Azt az önkormányzat épületének az energetikai fejlesztésére adtuk be. Nem tudjuk, hogy ennek a pályázatnak mi lesz a sorsa, hogy majd később lesz-e esetleg eredmény hirdetve, vagy vissza lesznek vonva. Mi azért bízunk benne, hogy ezek majd előbb-utóbb elbírálásra kerülnek ezek a pályázatok, és akkor meg tudjuk csinálni az önkormányzati épületnek is az energetikai korszerűsítését, mert most már az szinte az az egyetlen ilyen hatalmas nagy épületünk, ami még nincs ilyen szempontból felújítva. Hát így nagyjából ezek lennének, amik ilyen fejlesztési dolgok, vagy ami várható. És igazából én nem is mondanék most így többet, hanem átadnám akkor önöknek a szót, és akkor várjuk a testülettel megjegyző asszonnyal együtt a kérdéseket. A kolléganő fogja vinni a mikrofont a kérdéshez, hogy majd a felvételen is hallható legyen. Kérdezzenek bátran. Ilyen rövid közmeghallgatást ne tartsunk, tehát... Na, végre. Oké. Okay. Vágjunk bele, ez az. Köszönöm. Neki mély.
Nem kímélek. Szép jó estét, sziasztok. Én az ivóvíz hálózattal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg van-e valami terv arra, hogy ez az ivóvíznek a minőségét javítsuk, ugyanis hozzájutottam olyan információkhoz, hogy itt azért bizonyos műszaki hiányosságok vannak itt ebben az új kútban. Mint például nincsen megfelelő szűrőberendezés, nincsen nyomásszabályzó. Az információk részben helytállóak, és mindjárt mondom, hogy miért részben. Ezek szerint nem láttad azt az utolsó, talán utolsó vagy utolsó előtti soros testületi ülésünket, ahova kimondottan kértem a DRV-nek a vezetését, hogy jöjjön el és adjon erről a testületnek is, meg hát a testületi üléseken keresztül a lakosságnak is egy tájékoztatást. Abba igazad van, hogy nincs szűrőberendezés a kúton, mégpedig ennek az az oka, hogy ez a pályázat ez így lett beadva. Ez így lett megtervezve, mert hogy az volt az előző testületnek az elképzelése, hogy azt a mérői vízbázist fogják itt elcsípni azon a területen, ami gyakorlatilag olyan jó minőségű vizet ad, hogy nincs szükség szűrésre. És ugye gyakorlatilag az egész beruházás erre lett alapozva, hogy ezt a vízbázist kapják el. Na most ez nem sikerült. Nem azt sikerült elcsípni. De haragudj, hogy belevágok. Igen. Nem, nyugodtan kérdezz. Ennek megkérdeztetem, hogy mi az oka? Mert azért úgy távolságilag nincsen a kettő túl messze egymástól. Mármint, hogy nem azt kapták el, mert ez lutri. Én amikor csinálták a próbafúrást, én megkérdeztem, hogy ez hogy működik egyáltalán ez a próbafúrás dolog. És azt mondták, hogy próbálnak ilyen különböző geológiai becsléseket végezni, hogy hol, milyen lehet a vízadó réteg. És valójában, amikor egy próbafúrást végeznek, az szinte már olyan, mintha egy új kutat fúrnának, mert nem sok különbség van, mert kb. Ugyanúgy fúrják az újat is, csak utána ugye megkapja a felépítményeket. És egyszerűen tényleg az, hogy ebben van egy ilyen lutri, hogy azt találod-e ott, amit gondolsz, hogy ott találsz, és ebbe az esetben sajnos nem azt a vízbázist sikerült eltalálni, amit szerettek volna. Nyomásszabályozó van beépítve, tehát az irányítás technikába be van építve, viszont nem azzal van gond, tehát nyomást azt tudnának 8 bárt is csinálni. Igen, tapasztaltam, de láttam, hogy a 6 báros órám így kiakadt. De az jellemzően nem jó. Én úgy tudom... Ez egyszeri eset volt. Mert egyébként ez jóval alacsonyabban van tartva méghozzá azért, mert figyelembe kell venni azt is, hogy maga a csőhálózat régi, és hogyha túl nagy nyomást küldenek rá, akkor bizony szét fognak durranni a csövek. Tehát próbálják úgy beállítani, vagy nagyon, főleg az elején nagyon sokat kísérleteztek azzal, hogy mi az a nyomás, addig még el lehet úgy menni, hogy ne menjenek szét a csövek, de azért viszonylag tűrhető legyen. Tudom, hogy nem tökéletes, tehát nem lesz sajnos a településnek az egész részén jó a nyomás, és ennek az egyik oka az, hogy alapvetően ugye a víztoronyból jön le gravitációsan a víz, és a település már nagy a víztoronyhoz képest, tehát egy sokkal nagyobb víztorony is kellene, hogy még tudjunk a nyomáson más területeken is javítani. Úgyhogy ez az, amit próbálunk azért a maximumot kihozni, de ebben nehézségek vannak. Hát én azt gondolom, hogy itt a legfőbb probléma az nem a víznyomással van, tehát az azért az... Igen, az a másodlagos, nem akarom megkerülni a kérdést, úgyhogy válaszolok arra is. Ami a víz minőséget illeti. Ugye alapvetően a vastartalom az, ami magasabb, ám bár az is azért határérték körüli, és egyébként nem mindig magasabb. De nem ez okozza a problémát. A problémát az okozza, hogy van a rendszerben egy vasbaktérium, ami élettanilag nem okoz problémát, viszont mindenhova le tud rakódni.
Tehát egy ilyen lerakódást képeznek ezek a vasbaktériumok. Igen, és tapasztaltam a szűrőm tisztításánál. Igen, az egyébként az, amit a szűrőn látsz, az nem is feltétlenül a vas, hanem ez a vasbaktérium által... Hát ilyen iszapos. Ilyen iszapos dolog, és ez nagyon nem jó egyébként, mert ez az iszapos dolog, ez el tudja tömíteni a szivattyútól elkezdve a mindent. Ez hát az probléma. Információm szerint ez már probléma volt itt a kútnál is, ezért kellett cserélni már egy szivattyút. Így van, kellett cserélni. Javítani kellett. Tehát elvitték tisztításra, ugye akkor a testület azért is vett tartalék szivattyút, hogy mindjárt tudjunk cserélni, és elvitték az első szivattyút tisztításra, és akkor addig ment a tartalék, és utána visszahozták. Tehát valóban egyszer, tehát ez már kellett ez miatt kivenni a szivattyút a kútból. Ez a vasbaktérium, ez a legnagyobb probléma. Ez okozza azt is, hogy a víz időnként büdös, mert ennek van ilyen szaga. Hát meg a higított hippónak, amivel fertőtlenítik. Hát igen, mondjuk én azt kevesebbszer érzem, de ez hát a személyes tapasztalatom. Ott lent azért mi közelebb vagyunk, aha, hozzá, majd hogyha oda költöztök, akkor ezt is tapasztalját. Reméljük addigra már jobb lesz. De egyébként én is a szoktam ezt a hipós vagy klóros, vagy nem tudom milyen szagot érezni, de nem azért az sem mindennapos. Ez való igaz. Ami... Visszatérve erre a vasbaktériumra, tehát ez probléma. Ezt a hálózatból, ezt elmondta a DRV, és valahogyan ki kell írtani. Mert ha ez bennmarad hosszú távon, akkor előfordulhat, hogy ez a kút ez használhatatlan lesz. Ez ilyen egyszerű. Az, hogy ki tudják írtani, hogy ezt vegyileg kell, tehát el kell pusztítani a baktériumokat, viszont ehhez le kell állítani a kutat. És nem lehet tudni, hogy mennyi idő kell ennek a vasbaktériumnak a kiirtásához, hogy lehet, hogy egy 3-4 napos kezeléssel ki lehet, de lehet, hogy hetek, lehet, hogy egy hónap. És addig a hármas kutat le kell állítani, tehát mindenképpen addig el kell lássa a kettes kút, illetve a régi egyes kút valahogyan a településnek a vízellátását. Na most az evidens volt, hogy nyáron ilyet nem lehet csinálni, hogy egy ilyen kutat kiveszünk a rendszerből, mert nyáron nagyon magas a vízfelhasználás. Ami most még probléma volt, és ezen is dolgozik a DRV, ugye az egyes kút már csak tartalékkútként üzemel, pontosan a nitritesedés miatt, tehát ez a vészhelyzeti kútunk, viszont ott a kútfejet most ki kell cserélni, mert az ott összeomlott, és annyira pici lett a vízhozam, hogy gyakorlatilag szinte semmit nem tudnak belőle kitermelni. Úgyhogy első körben most kicserélik ott a kútfejet, természetesen mielőtt azt üzembe állítják, vízmintázva van, le van ellenőrizve, tehát nem csak úgy engedik rá a hálózatra, és hogyha az egyes és a kettes kutat tudják egyszerre működtetni, akkor tudjuk kivenni a hármast, tehát az új kutat, és megpróbálni ezt a vasbaktériumot kiszedni belőle valahogyan. Van erre olyan példa is, nem egy, nem kettő, hogy sikerült eltüntetni, de volt olyan is, hogy nem. Na most, ha ezt nem tudjuk kivenni a hálózatból, akkor tényleg gond van. És az a legnagyobb probléma, hogy ezt a vízszűrő sem oldja meg. Mert hogy előbb találkozik a szivattyúval ez a vasbaktérium, mint hogy megszűrőznénk. Hát azért ez műszakilag nem teljesen így van, de jó, rendben, szuper. Én ezt így tudom, hogy nem a szivattyú alatt, vagy úgy nézzük, ugye lefelé nem alatta van a szűrő, hanem fölötte, tehát először a szivattyú megy át a víz. De... Bocsánat, annyi, hogy ugye, hogy értsed, hogy ugye a szivattyú fog eltömődni, tehát állandóan ki kell szedni a szivattyút. Épületgépész technikus vagyok, de mondom, így ti értem. Tehát, hogy azért a szűrő utána van, tehát itt a szivattyúval van magával a gond. Nem, itt azzal van a probléma, hogy ezzel a vízzel együtt, ami onnan ki van szivattyúzva, ugye ezzel jön folyamatosan föl ez a és nagyon ugye magas vastartalmú víz. Az ami, a gond, hogy ez ami... a vas iszap, ami lerakódik, ugye amikor egyszer-egyszer megindul a rendszer, mondjuk van egy akár egy üzemzavar vagy bármi, és akkor szokott az lenni, hogy jön ez a sárgás trutyi, mert azt a lerakódást, amikor megindul a hálózat, akkor elkezdi maga előtt tolni.
Tiszta sor, ez csak mosatással lehet akkor. Mosatni is, tehát egyébként mosattak is, azt is próbálták, de ennek csak az lehet a megoldása, hogy valahogyan ezt kiírtsuk, és akkor azt beszéltük meg a DRV-vel, hogy amint alkalmas lesz az egyes kút arra, hogy be lehessen ideiglenesen állítani, akkor ők megpróbálják ezt a baktériumot belőle kiszedni, de mondom még egyszer, nem tudjuk, hogy 4 nap, vagy 4 hét. Jó, köszönöm a válaszodat. Ez a vízkérdés, én is szeretnék hozzászólni, mert én megértem, hogy vasbaktérium, meg akármi van ott, de én szerintem elég sok homokot is hoz föl, és azért olyan zavaros a víz, nem csak a vastól. A DRV-sek mondták, hogy miután meg lett nyitva a kút, hamarosan szivattyút kellett cserélni. Ugye a vasbak, van egy, nem. Homoknak nem van egy olyan tulajdonsága, hogy megesz mindent. Tehát a következő, megeszi, én láttam azt a szivattyút, amikor azért kivették. És nincsen víznyomás, mert ha nem tud a szivattyú vizet fölnyomni, akkor nem lesz a toronyba víz. Addig van, amíg a szivattyú fölnyomja a toronyba. Ha a szivattyú nem tudja a toronyba fél falon keresztül vizet fölnyomni, akkor a toronyba nem lesz víz. Most én tehát nem vagyok műszaki ember, tehát én is azt tudom mondani, amit nekünk a DRV-sek mondtak. A DRV-sek mondhatnak sok mindent. Én már Facebookra kiírtam egy-két embernek, hivatalosan be kell adni, aláírva több személynek valamit, nem pedig a DRV-re, meg akárkire hagyatkozni, hogy ki mit mond. Hát én azt most visszatérve, tehát én láttam azt a szivattyút, azon nem homok volt. Tehát azon ez a vasiszap volt lerakodva, és azt mondják a kollégák, és talán ebbe Zsolti is meg tud erősíteni, hogy az a gond, ha minél kisebb fordulaton megy a szivattyú, annál jobban rakódik le ez a vasiszap. És pont ezért tolják a 3-as kútnak a hálózatát ezerrel, mert hogy így lesz kisebb a relakódás, de egyébként sem a 3-as, sem a 2-es kút, sőt, nem homokolnak a kutak. Tehát nem ez a probléma. Különböző fordulaton megy a szivattyú víztoronyhoz? Vagy eléri a víztorony azt a szintet, jelzést kap és kikapcsol? Hát a víztorony, hogyha töltve van, akkor... Tehát igen. De a víztoronyokban elvileg kell lenni egy alsó-főső határoló kapcsolónak az alsó szintnél. Sőt, ugye az irányítás technikának pont az a része, hogy lássák azt is, hogyha a víztoronyban annyira leesett a szint, hogy valami hiba van. Tehát pont ezért elvileg erőbb kell, hogy észleljék a hibát, kivéve amikor a diszpécser egy kicsit bealszik és nem veszik észre. Vagy jelenteni kell többnek, mert nem egyszer volt szólva, hogy nincsen víz. És akkor mondták, hogy nem tudnak róla, vagy tudnak róla. Igen, mert egyébként alapvetően ugye a technika az rendelkezésre áll, csak hogyha az éppen ügyeletes nem néz rá, akkor nem fog kiderülni, hogy gond van, de egyébként azért elég gyorsan szoktak reagálni is. Tehát tényleg csak annyit fűznék hozzá, hogy tényleg én nem akarom védeni a DRV-t meg semmit, tehát amikor én is bejelentettem, hogy nagyon szar minősége volt a víznek, tehát rögtön még nem rögtön, de délutánra tényleg kijöttek, átmosatták a rendszert, ezt tényleg teljesen rendben tették, amennyire a körülmények ezt engedik, tehát ezt azért hozzátenném. Én azt tapasztaltam, hogy egyébként a DRV mindig gyorsan reagál. A múltkor egyszer volt egy kút leállás, nem tudom már, hogy mi volt az oka, és ugye az egyes kutat kellett beállítani, nem tudom, 1 órán belül már láttam, itt volt a DRV-s autó, tehát próbálnak azért ők is gyorsan reagálni ezekre a dolgokra, és ők a technikusaikat is megkérdezték ezzel a vasbaktériummal kapcsolatban, és tényleg ezzel csak azt lehet, hogy vagy ki tudjuk szedni, vagy nem. Amit még csak így kapcsolódóan hozzátennék, hogy ugye a testület döntött arról is, hogy a 2-es kutat, ami az önkormányzatnál van, azt felújítjuk. Pontosan azért, mert szeretnénk, hogyha egy olyan stabil vízhozamot tudnánk itt Kaposfőn biztosítani, amivel nem lesz gond az ellátás. Volt már egy diagnosztikai vizsgálat, és remélhetőleg
tavasszal majd ezt a felújítást is meg fogják csinálni, amitől azt reméljük, hogy a kettes kútnál is nő a vízhozam, és ez is egyfajta stabilitást fog adni. Most mondta egy érdekeset, hogy volt egy kútleállás, hát akkor annyira nem megbízható az új kút, hogyha kútleállás is van most már. Hát műszaki hiba minden van, az autónk is megáll, néha alattunk, tehát... Na mindegy, nem szállatos vele, az biztos. Igen, most ugye az irányítás technika az annyiból nehezebb, hogy amikor gép szabályoz valamit, akkor a gép is el tud romolni. Nem jó, hogy nem ember szabályozza, meg állaludna rajta, és azért nem visz, nem mindegy. Jó, én szerintem azért olyan nagyon sokszor most nem volt. Szerintem vannak itt jó páron, akik emlékeznek arra az időszakra, amikor két hetente nem volt vízkapos fönn. Ahhoz szerintem sokkal jobb most a helyzet, még ha nem is tökéletes, és valóban, ami most feladat lenne a vízminőséget megoldani, mert ha ezt a vízminőséget tudnánk javítani, akkor azt gondolom, hogy nem lenne ennyire rossz a helyzet, mert a mennyiséget azt tudják a kutak. Ha annyit kaptunk információt, hogy várhatóan majd lesznek ilyen vízprojektes megint pályázatok, akkor mindenképpen az új kutra egy vízkezelő berendezés, tehát a vastalanítás miatt, hogy a vasat is visszafogjuk, arra akkor adnánk majd be pályázatot. A vasbaktérium az egy másik történet, de hogy vastalanító berendezést beépíteni. Tehát a hosszú távú tervek között ez mindenképpen szerepel. Jó, más témát szeretnék, akkor voltak itt olyan rendszeres áramkimaradások, arról esetleg tudtok valamit, vagy DRV, vagy EON-nal valamit? Hát annyit tudunk, hogy ugye Fizeti az ember a rendszerre használatot, ami nem kevés, gondolom az önkormányzat is fizeti, meg mindenkit. Ez így van. Akkor valami szolgáltatás már nyújtson az EON, nem az van, hogy fúj a szél, vagy dörren egyet, és akkor egyfolytában elmegy az áram, és tönkre mennek a készülékek. Ez így van, viszont ez nem önkormányzati hatáskör. Az EON egy önállóan működő szervezet, sőt, kimerem mondani, hogy az EON Magyarországon állam az államban. És ezt nem csak én mondom, hanem mindenki más is. Nem lehet ezzel mit tenni. Egyébként tényleg tudom, hogy múltkor mi is tapasztaltuk otthon. Nem volt teljesen megfelelő a szolgáltatás, sőt, hát nem tudom, hogy most már sikerült-e a körforgalomban a világítást helyre csiholniuk, mert egy hét az nem volt múltkor rá elég. Ma nem voltam arra, hogy megjavították-e, pedig már többször, tehát többen bejelentettük azt is. Az EON-nal egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Tehát erre nekünk semmi hatáskörünk, de nem csak nekünk, tehát önkormányzatnál fentebbi szerveknek is nincs. Ez egy magán cég, magán kézbe, illetve hát úgy tudom, talán külföldi kézbe Magyarországon is. Akkor váltsunk témát. Jó. Mondtátok az árukásást, én fölhoztam Facebookon, valaki lát, hogy köpködött rám, nem, itt a járdáknak használhatóságát, hogy a sövény, tuja, fenyő, akármi belóg a járdára. Hát nem tudom. Ezt gondolom, hogy azért hozzátok tartozik, ti hatáskörötök. Ezt inkább lehet, hogy jegyzőasszonytól kérdezem majd, hogy lehet ezeket jelezni, és akkor vannak rá különböző rendeletek, természetesen föl lehet szólítani azt, annyit kérünk akkor, egyébként szoktunk is kapni bejelentéseket, meg szoktunk is felszólítást küldeni, vagy jegyzőasszony szokott felszólítást küldeni, és akkor ha jelzi valaki, hogy az X házszámnál ilyen probléma van, egy e-mail, vagy akár bejön személyesen, veszünk föl egy pár sort, és akkor jegyzőasszony intézkedik ez ügybe. Mondjuk ezt a tulajdonosnak saját hatáskörbe kéne megtenni. Hát... Nem engem megköpködni, hogyha van itt valaki olyan, aki esetleg utána megköpködött, mert valaki kivágatta, terve volt, hogy kivágatja, nehogy már kivágassa, mert mit képzel ez meg az. Úgyhogy nem tudom, nem az én hatásköröm lenne, de hát azért, amikor a gyerekkel megyünk a járdán iskolába, sövény mellett nem lehet elférni, személyesen meglettem keresve Facebookon, hogy minden évben levágjuk. Le lett vágva, de hol a záruk, vagy a járda széle, meg hol a sövény széle. Szerintem közterület. A közterület meg azért van, hogy közlekedni lehessen rajta, nem azért, hogy valaki a fát úgy gondozza, hogy amár a nő ez igaz, ez nagyon, sőt, hát volt olyan, amikor kénytelenek voltunk
önkormányzati szinten intézést, egyszerűen lenyírtuk, mert nem lehetett elmenni. De, erre van mód, hogy erre küldünk felszólítást, illetve most egy asszonyt kérdezem, de még talán bírságolni is van mód. Közigazgatási hatósági bírságot lehet kiküldeni, arra van lehetőség a hivatalnak, de ugye ehhez bejelentést kell tenni. Tehát ilyenkor meg kellene nevezni azt, ahova kiküldjük a felszólítást. Ugye az első az, hogy a felszólítás kimegy, annak van egy határideje, és akkor utána a határidő leteltét követően, akkor kerülhet esetleg másodszorra, ha nem történik. Én megértem, változás, én nem szeretnék bejelentést tenni, ezt az önkormányzat saját hatáskörben le kéne, hogy ellenőrizze. Szerintem. Nem azért, hogy az emberek köpködjék egymást, akkor az önkormányzat szólítsa fel a tulajdonost, hogy tegye rendbe a portál környékét. Tudok olyat is, amelyik a DRV-nek a gödrére rászólja az ágat, hogy a DRV is ne tudja lemenni a gödörbe. Nagyon sokszor érkezik úgy bejelentés, hogy név nélkül, de bejelentésre járunk el. Egyébként én magam is szoktam jelezni, azt azért tudni kell, hogy az önkormányzat nagyon kevés erőforrással rendelkezik, tehát erre nincsen ember, aki folyamatosan a falut járja és nézi ezeket a dolgokat. Volt egyébként egy ilyen testületi kezdeményezés ezzel kapcsolatban, hogy a testületi tagok elkezdték járni a falut és körbenézni, és pontosan az ilyen dolgokra, vagy ehhez hasonló dolgokra figyelni. Csak ott aztán valahogy ez egy kicsit így elmarad, de lehet, hogy majd ebbe, ha van rá itt kapacitás, akkor megint fölvesszük a fonalat. De én úgy gondolom, hogy azért nem csak az önkormányzat van, hanem van egyéni felelősség is, tehát ha szeretnénk, hogy valami történjen, akkor nekünk is kell szólni. És szerintem abban nincsen semmi probléma, hogyha valaki jelzi, hogy itt-ott-amott mondjuk belóg valami a járdára, vagy bármi egyéb, nagyon sok minden mást is jeleznek nekünk, tehát igenis ebben mi is kérjük a lakosságnak a segítségét, mert nincs arra kapacitás, hogy nincs erre delegált ember, akinek az a dolga, hogy járja a falut és ezeket összeszedje. Tehát általában tényleg mi is bejelentés, vagy ha éppen valami olyan helyen térülünk, fordulunk, akkor én magam is szoktam jelezni jegyzőasszonynak. Jó, akkor egy másik kérdés, ugye szó volt itt a közbiztonságról, vagy közlekedésbiztonságról. Itt az iskola környékén, a kereszteződés környékén valamit nem lehetne kiviteleztetni a közúttal, hogy biztonságosabban lehessen átkelni az ebrán. Ne a kereszteződésbe előzik az embert, vagy esetleg polgárőrség fiatalítani, vagy akármi, hogy hát mi ennek... őben például kiáll egy ember és átengedi. Igen, ezt is sokat szorra mondják. A polgárőrség abban szokott tudni nekünk segíteni, hogy amikor iskola kezdés van, akkor egy ilyen, nem tudom, egy hétig átmenetileg kimennek, de ugye ott is az a probléma, hogy erőforrás hiány van, tehát sajnos nem nagyon lehet már bevonni az embereket. A fiatalabb generáció meg sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen szintű társadalmi munkára nem feltétlenül vevő. Hát, tehát nem igazán... Túl sok fiatal nincs itt, megmondom őszintén. Na, igen. Volt, aki háborgott a víz miatt is, nincs itt. Miért nincs? És ugyanez, hogy nem igazán szeretnének erre időt áldozni, a szabad idejüket nem feltétlenül erre szeretnék áldozni, hogy mondjuk akár a polgárőrségbe belépnek és tesznek valamit. Úgyhogy ez egy ilyen... Az, hogy mit... Azért kértük a Trafipaxot, hogy egy kicsit lassítsanak pont azért itt a központban is, hogy szokják már meg, hogy itt van sebességmérés, mert egyébként, tehát most kiviláguthatjuk, de most én tök őszinte leszek, vannak a villogó járdák Kaposváron, úgy hajtanak át, mint a fenet. Én megmondom, őszintén nem ilyenre gondoltam. Előzni tilos táblát, kinyírni két oldalra, fölfestetni dupla záróvonalat, kamerát kiépíteni, és aki előz az keresztődésbe, azt meg följelentetni. Akkor itt a Csordás képviselőt mindjárt megkérdezzük, hogy mint közút mit szól hozzá. Hát ugye a kereszteződéssel kapcsolatban volt itt már több megkeresés. Az idei évben, ugye én utána kérdeztem a jelző lámpás rendszernek, hogy hogyan lehetne kiépíteni. Én a testület elé vetettem, azt hiszem, hogy pont az iskola
tárgyalása után, amikor az iskolánál voltunk megbeszélésen, közel 7 millió forint lenne egy villogós sárga lámpa kiépítése. Egyelőre erre a testület ugye nem hozott semmilyen döntést. Az előzni tilos, azt hiszem, hogy avval is megkerestük már a közutat, ha jól emlékszek rá, ugye forgalom technikai ok miatt, mivel egyenes szakasz, nem fogják kihelyezni, tehát erről is kaptunk egy olyan választ, hogy itt le van csökkentve 50-re a sebesség, és ugye elég jól látható a kereszteződés mindkét irányból, és a közút nem fog csökkenteni semmiféle sebességet, és nem fog kihelyezni semmilyen táblát. Tehát ugye az önkormányzat képviselőtestülete már megkereste több ízben a közutat ebben kapcsolatban. Igen, és ezért is volt, hogy a másik utat is próbáltuk, tehát hogy a rendőrségtől kérni egy sokkal szigorúbb ellenőrzést. Esetleg lenne arra lehetőség, hogy valamilyen forráson keresztül ide az iskola elé egy fix telepített mérőt kihelyezni? Az a fix telepített mérők, egy darab doboz, az 5 millió forint. Ez most ezen a járási közbiztonsági fórumon hangzott el, és annak is megvannak a külön szabályai. Tehát elviekben van 5 millió forint egy darab. Tehát azzal még csak egy irány, tehát a két irányba szeretnéd, akkor az 10 millió forint. Én azt gondolom, hogy még mindig több értelme lenne, mint 7 millió forintért ilyen villogós, akármit, ami igazából ezek a villogók most mindannyian sokat vezettek, tehát az mindenre jó, csak arra nem, hogy a zebrára figyeljél. Tehát sötétben elvakít, és tök elviszi a figyelmet a mindenről. Igen. Hát ezt a polgármesterek is ezt mondták a rendőröknek, csak az a baj, vagy a rendőrségen, csak az a baj, hogy nem így működik, tehát hogy ezt ki kell fizetni, ezt le kell telepítetni, és a bevétel abból majd a rendőrségé lesz, és majd nekik egyszer meg fog térülni, nekünk soha. Tehát, hogy de ez is, ennek is azért nem úgy van, hogy mi mondjuk meg, hogy ide szeretnénk, oda szeretnénk, hanem akkor azt a rendőrség tudja kijelölni. Sajnos nagyon-nagyon drágák ezek a trafipaxok, és ugye ez a doboz gyakorlatilag, amiben ugye vagy bent van a trafipax, vagy nincs, tehát ennek darabja 5 millió forint jelenleg. Jó, mi készültem egy másikkal, ez nagyon friss. Erről szeretnék valami tájékoztatást kapni, hogy iskolás gyerekem milyen vagyonnyilatkozatot kell tenni a szülőknek. Igen. Ezt kiküldte ki, és milyen okból. Mert nem vagyok hajlandó senkinek vagyonnyilatkozatot lakásról, autóról, jövedelemről tenni iskola részére. Én most azt nézem, hogy... Ezt a vagyonnyilatkozat részt szerintem mi a hatályos rendeletünkből kivettük, tehát szerintem rossz nyomtatványt adtak oda, mert hogy én most csak közben mutatom jegyzőasszonynak, hogy én szerintem ez jelenleg nincs benne a rendeletben, és nem így néz ki az a nyomtatvány. Kitől kaptad, ha megkérdezhetem? Hát az osztályfőnök küldte a gyerekekkel. Na, akkor azért, mert hogy amikor ez az iskolai tánc támogatás először fölmerült, akkor még ez volt a nyomtatvány, ez volt a hatályos nyomtatvány. Igen, amit közben pontosan ez miatt, mert egyébként minket nem igazán érdekel, hogy kinek milyen vagyona van, így ezt ki is vettük belőle, és az újban nincs, azt tudom mondani, hogy adunk egy újat, és akkor abban nem kell kitölteni, illetve akkor majd megküldjük az iskolának az új nyomtatványt. Ez az érdekes a megfogalmazásban, méltányosági alapon kéri a gyerek, vagy mi kérjük a gyerek részére, nem tudom, de azért tegyünk vagyonnyilatkozatot méltányosági alapon. Hangsúlyozom, nem kell vagyonnyilatkozatot tenni, mert ez a nyomtatvány már nem hatályos. Miért adták oda? Hát, mert valaki csak odaadta az iskolának. Azért, mert nem foglalkoztak azzal, hogy az a régi nyomtatvány, ami még annó jó volt, az már nem jó, nem kértek újat, nem kérdezték meg, hanem kiküldték az előzőt. Ez az oka, jó, de majd akkor éjjelzem az iskolának, küldünk akkor új nyomtatványt, tehát nem kérünk vagyonnyilatkozatot. Vannak, nem jövedelmet igazolni kell, tehát nem arról van szó, de ez az ingatlanos rész meg, ami ott hátul van, ezt már rég kivettük belőle. Ez most már legalább fél éve, de szerintem régebb óta nem hatályos. Nem tudom, ezt ma kaptam, úgyhogy mondom, most kapóra. Az önkormányzaton
tudnak adni rendes nyomtatványt, nem kell vagyonnyilatkozatot. Jó, hát majd ha akarnak, akkor iskolába adnak, ha nem, akkor meg nem lesz kész. Én nagyon nem foglalkozok vele. Ugye a szányvíz témát már nem is akarom fölhozni, hogy mikor lesz szányvíz, de azt azért megkérdezném, hogy... Mikor lesz rá 2,5 milliárdos pályázat? Mikor, vagy milyen megfontolásból volt ez a szerződéskötés például a Sántosi Szippantós Társasággal? Olyan csak megfontolásból, azért hogy mondom, nincs... mert kedden szóltam a Robinak, hogy kéne jönni. A mai napig nem ért oda. Olyan de ez már nem az első eset, és az ember nem akkor fog szólni, amikor félig van a gödör. Olyan megfontolásból, hogy nincs nagyon már ilyen szolgáltató a piacon, aminek az az egyik oka, hogy ezt sajnos ki kell mondani, nagyon sok helyen már van csatorna, tehát ez a szippantjuk, ez már egy elég elavult dolog. És úgy kellett, tehát lehet karakószörcsögről is akár céget még keríteni, csak sokkal drágább lesz a szippantás, tehát az volt a lényeg, hogy olyannal tudjon az önkormányzat szerződni, aki a legközelebb van, mert különben minél messzebb kell elvinni, annál drágább lesz a szippantás. És egyszerűen... nem viszi, mert mérőbe viszi minden alkalommal. Oké, de a maga a telephelyük az pedig azt hiszem Taszáron van, hogyha ha jól rémlik. Tehát, Sántoson. Hogy, bocsánat, Sántoson akkor, de tehát azért neki onnan el kell jönni, meg közlekedik onnan, tehát egyszerűen, mert alig van már erre cég, nincsen. Megmondom őszintén, ugye elvisz 3 kövöt, 5 kövöt kell kifizetni. Én úgy tudom, hogy amennyit kiszippant, annyit kell fizetni. Hát én úgy tudom, hogy 3 köbös a gödröm, abból kifizetek 5 köböt. Most a 10 köbméter az átlag fogyasztásom, minden hónapban én 3-szor nem vagyok hajlandó szippantatni. Mert az egy horrorisztikus összeg. Még mindig olcsóbb lenne, ha csatorna lenne ebben a rohadt településen, amilyen fizetne az ember 10-12 ezer forintot, csatorna meg vízdíjat, és le lenne tudni. Igen, egyszerűbb lenne, ezt a csatorna kérdést szerintem nem tudom hány éve rágjuk, amióta ez a testület van, az 4, de egyébként szerintem 30. Nem tudok más mondani, mint amit eddig is, 2-ször is volt lehetőség, hogy Kaposfön régen itt csatorna hálózatot létesítsenek. Mind a 2 el lett baltázva. Na most, mivel elment fölöttünk az idő, most már gyakorlatilag azon kevés települések közé tartozunk, akiknek sajnos nincs még csatornahálózatuk. Viszont, mivel már a boldog meg a boldogtalan, meg a legbénább is megcsinálta, ezért nincs már rá pályázat sem. Amit mondtak nekünk, és úgy tudom, hogy van egy ilyen kormányhatározat, hogy 2026-ig a hasonló méretű településeknek szeretnék rendezni, tehát lesz majd rá valamikor valami delegált forrás, de mint ezt is már jó párszor elmondtam, 2,5-3 milliárd forint ennek a településnek a szennyvíz csatorna hálózatának a kiépítése. Nem tudunk mit tenni, ha nincs pályázat, nem tudom megoldani. Tudom, mi 3 hetente szippantatunk 7 köböt. Tehát most... Nekem is fáj, én is sokkal szívesebben fizetném ki a 10-12 ezer forintot, mint a 20x ezer forintot mondjuk egy hónapban. Csak most, ha az ember egy új szányvízgörőt csinál, vagy akármi egyebet, nem hiszem, hogy olcsóbb kerül, mint egy csatornát kellene neki kifizetni és rákötni. Úgyhogy jobban megérni, meg arra nem is beszélve, hogy a járda, ami oké, miből lesz pénz rá? Miből lesz pénz rá? Miből? Miből biztosítsuk a forrást? Nem akarok itt személyeskedni meg semmi, ez egy sváb falu volt, egy jó módú falu. Hogy nem tudom, miért nem volt akkor... Fizessenek be a lakók, nem vagy? Tudom, akkor miért nem működött, hogy befizettek, vagy ki lett építve. Volt egyébként a, most, annak most idején... Most már fiatalodik, meg jönnek vidékiek, meg egyebek. Volt befizetés, szerintem sokan ülnek itt, akiknek fundamentájuk volt annak idején, meg talán most még most valami... Most már Mészárosé lesz, úgyhogy mindegy. Még a takarékban is volt, tehát hogy volt itt többször erre, hogy elkülönítetten gyűjtöttek, és ugye mindig várták, hogy jöjjön a csatornahálózat, és aztán ugye amikor elmentek ezek a hajók, akkor ezeket a fundamentákat ugye visszakapták a lakók, vagy hát ezeket a befizetéseket. Tehát, de most ez a, most az a kérdésem, hogy mit csináljunk, dobjuk össze azt a 2 milliárdot, vagy, tehát hogy tényleg, tehát mi... Mit tudunk tenni, mint önkormányzat egy ekkora volumenű beruházás esetében? Hát ezt nem nekem kell eldöntem, az önkormányzatnak. Nekem? Hát, ha én ülök abba a székbe, akkor én döntöm el, most érted? Most ne haragudjál, de 2,5 milliárd forint, 500, legyen 500 lakás Kaposfőn, 500, 550 van. Tehát 5 millió forintot kell lakásonként hozzátenni ehhez. Lehet, hogy aki itt ül, az hozzá tudja tenni,
lehet, hogy van, aki nem tudja hozzátenni, és ez még csak arról szól, hogy van csatorna. Tehát ehhez még hozzáteszünk egy 500 ezer forint, 1 millió forintot az, hogy a csatorna rendszerre rákössön a ház. Tehát akkor én szeretném megkérdezni, hogy az itt ülők közül kinek van 6 millió forintja most arra, hogy legyen csatorna rendszer. Tehát most ez ennyi, tehát hogyha nincs rá pályázat, akkor össze kell dobni. Én megértem, nincs rá pályázat. Tehát az nem lehet, hogy az egyik lakos az ad 30 milliót, a másik meg csak 500-at, mert ő neki csak annyia van, a másiknak meg van. Tehát, hogy ez nem így működik. Hát nem, biztos, hogy nem így működik. Tehát, hogy hiába ülök én ebbe a székbe, itt egyenlőség hát, de van, nem demokrácia alakul, nem van. A lakosságnak kell eldönteni, meg elintézni, hanem a vezetőknek. Te mi? Akkor tehát azt gondolod, hát, hogy a képviselő gondolom, testület, hát, nem, a képviselő testület megteheti azt, hogy kifizeti az 5 millió forintot, mi megszavazzuk a szennyvízhálózatot, és akkor minden lakosnak kiküldjük a számlát, hogy akkor legyen szíves 5 millió forintot befizetni. Nem kell kiforgatni másnak a szavát, én sem akarok személyeskedni veled. De most erről beszélsz. Tehát azt mondtad, hogy mi döntjük el. Mi eldöntjük. Tehát ezt meghozzuk a döntést. Sok mindent el tudtok dönteni. Azt is tudom, hogy területed volt, ahol a kut lett fúrva, az önkormányzat jó pénzért megvette, eldöntöttétek. Ennyi, kész. De most ne haragudjál. Nem én voltam, nem haragszok, tehát, csak akkor, ha hülyeséget beszélünk, tudok én is mondani. Na, hadd jussak szóhoz, jó? Na, ez az, akkor adjuk át a mikrofont itt. Na, annyival zárnám le, hogy természetesen, ha lesz pályázati lehetőség, akkor az elsők leszünk, akik csatornahálózatra fogunk pályázni, és be fogjuk adni. Na, és akkor most Kacsi jelentkezik. Szeretnék mást is hallani. Jó, akkor várjuk a kérdéseket mástól. Csak hogyha már a szennyvíz szóba került, akkor jegyzőasszonytól szeretnék kérdezni. Ugye itt a Facebookon sokan reklamálnak, hogy emberek árokba ide-oda ezt öntenek ki, azt öntenek ki. Kérdésem az lenne, hogy mi a teendő, hogyha valaki ilyet tapasztal? Egyrészt, másrészt ezzel kapcsolatosan érkezett-e már bejelentés? Ezzel kapcsolatosan nem érkezett bejelentés, és a Baranya megyei katasztrófa védelmi hatóság az illetékes eljáró hatóság. Közvetlenül nekik is lehet írni, a környezetvédelmi hatóságtól egyeztettem, és vettük fel a kapcsolatot, illetve a kollégám, a Balogh Csabi is egyeztetett mind a környezetvédelemmel, mind a katasztrófavédelmi hatósággal, és a környezetvédelmi hatóság azt mondta, hogy ha hozzájuk érkezik bármilyen bejelentés, de eddig ő hozzájuk sem érkezett, akkor továbbítják a Baranya megyei katasztrófavédelmi hatósághoz, és azt javasolta a környezetvédelmi hatóság, hogy a bejelentésbe fényképet is mellékeljenek, és akkor látják a bejelentést, és ők is így továbbítják, illetve hogyha hozzánk jön, akkor mi is így fogjuk továbbítani a bejelentést. Köszönöm szépen. Kérem. Szép jó estét kívánok! Igazából én az új óvodával kapcsolatosan szeretnék érdeklődni. Jelenleg ugye a Dózsa-György utca felől lehet megközelíteni. Nem láttam eddig erre bármiféle ilyen jellegű munkát. Járda esetleg, vagy bármiféle olyan alkalmatosság, ami arra eszközölt, hogy ne az úton kelljen esetleg megközelíteni az óvodát, lesz-e, vagy bármiféle olyan, vagy ugye csak az a füves rész lesz, illetve eléggé veszélyes az a kanyargós útszakasz, ugye, hogy a búzavirágba bemegy az ember, eléggé sok ott a bokor, ilyesmi, az autók eléggé gyorsan tudnak közlekedni. Nem tudom, hogy van-e valami jogszabály arra esetleg, hogy ugye az óvodát így ilyen téren hogyan lehet védeni. Nem jártál akkor valószínűleg arra ott a König körül, azt mert láttam. Ott van egy bemenő járda, ami levisz az óvodához. Tehát, hogyha valaki azon a járdán majd elindul, akkor ő az óvodához ki tudjuk adni, illetve a Dózsa-György utca felől az a terv, hogy az óvoda épülete előtt van még egy elég nagy rész, és oda szeretnénk egy parkolót kialakítani, tehát hogyha autóval érkezik valaki, akkor oda be fog tudni állni. A gyalogos forgalom kapcsán pedig a másik útvonalat javaslom, mert igen, ugye ott nincsen járda
azon a kacskaringós részen, tehát ha valaki mindenképpen járdán szeretné megközelíteni, akkor pedig a Kossuth utca felől van ilyen formán, ilyen teljesen biztonságos lehetőség. Direkt úgy terveztettük, úgy kértük, hogy tervezzék meg azt a járdaszakaszt, hogy egy elég egyenes vonalon így az óvodához lehessen menni. Láttam, csak nem tudtam, hogy hogy megy le, mert ugye hát nyilván nem az a igen, terület, az, még amit nincs, még az emberek nem láthatnak. Nincs meg teljesen, az ott, össze, az ott lent összekötődik, és az az óvodánál fog kiírni, és akkor alapvetően az óvoda előtt, aki mondjuk a Búzavirág utca felől jön, vagy mondjuk a Búzavirág utcából hozza a gyerkőcöt, akkor neki is ott van egy ilyen bemenő, bár mondjuk az egy ilyen kis járdaszakasz, de az ott át van kötve. Jó, rendben. Mert még csak annyit szerettem volna kérdezni, nyilván fák még nincsenek, mizen építési terület. Vannak, most felesítettük. Hát, rendben, csak hogy árnyékot nem feltétlen fog még adni, gondolom napvitorlával, vagy esetleg ilyesmi. Hát valamit majd ki fogunk találni, most ugye az országfásítási programban kaptunk fákat, és akkor pont a kollégáim itt a napokban 7 darab fát már elültettek. Ebből mondjuk nem most lesz még nagy fa. Majd a játszótérhez fogunk meg, hát a gyerekeknek is majd igen valami napvitorlákat be kell szereznünk, mert egyelőre hát árnyék, mivel ugye ez ilyen zöldmezős beruházás volt, még nincsen. De fogunk is még fákat ültetni, tehát ez csak egy ilyen első lépcső volt. Jó, köszönöm. Még kérdés esetleg? Bármihez, bármivel? Hát akkor, ha nincs, akkor, akkor viszont én megköszönném önöknek, hogy eljöttek, illetve köszönöm szépen a felvetéseket is. Azt tudom mondani, hogy a továbbiakban is, ha bárkinek bármi problémája van, akkor keressenek bennünket. Engem is el lehet érni, nyilvános a telefonszámom, föl is szoktak hívni, úgyhogy igyekszünk segíteni. Időnként előfordul, ezt most fölróvom magunknak, hogy egy-egy e-mail elkerüli a figyelmünket. Ilyenkor bátran, ha kapunk egy telefont, vagy még egy e-mailt, akkor fogunk reagálni, mert tényleg nagyon sok e-mail jön be nekünk is egy nap, és időnként előfordul, hogy elsiklunk egy-egy bármilyen más jellegű e-mail, tehát nem csak lakosságán, bármilyen más jellegű e-mail fölött is, de kereshetnek a hivatalba is minket, engem is mobilon, tehát meg kollégáim is elérhetőek, hogyha bármi van, akkor segítünk. Jó, úgyhogy akkor én nagyon szépen köszönöm önöknek még egyszer, és jó éjszakát kívánok mindenkinek.